Egy nagyon jó verseny után vagyunk. Hogy is zajlik egy ilyen modellverseny? Nagyon sok előkészülettel, sok válogatóval, nagyon sok castinggal. Ugye elmentünk Magyarországon nagyon sok városba, és ott válogattunk modelleket, jelentkezőket, és azok közül kerültek ki. 363 fő volt a versenyen, és ma itt láthatunk 18 hölgy modellt, és 6 fiú modellt. Volt egy ilyen előválogató is. Ott mi volt a cél? Igen, egy magyarországi döntő volt. Annak pontosan az volt a célja, hogy a mai nap létrejöhessen, hogy a nemzetközi gálát meg tudjuk rendezni. Mi minden alapján válogattatok? Mit lehetett elérni ezen a versenyen? Nagyon nehéz. A lányoknak tulajdonképpen sok kritérium van, és hát ugye nagyon számít a magasság, az életkor és a méretek nagyon fontosak. Tehát ugye a külföldi modellkedéshez elengedhetetlenek azok a pontos méretek, amiket kérnek az ügynökségek, és tulajdonképpen ezeket a méreteket kerestük, illetve azokat az arcokat, akik nemzetközi szinten megfelelőek. Honnan hívtatok a zsűribe tagokat? Több országból érkeztek, Franciaországból, Olaszországból, Németországból. Mi az előnye egy ilyen zsűri tagságnak? Mivel, hogy nemzetközi ügynökségek képviselői vesznek részt a versenyen, ezért gyakorlatilag felajánlások következnek, tehát a lányoknak ajánlanak különböző lehetőségeket külföldön modellkedéshez. Mi a célja az ügynökségnek ezekkel a versenyekkel? Mit szeretnétek elérni? Létrehoztunk egy magasabb kategóriájú ügynökséget, és oda szeretnénk kifejezetten a legmagasabb szintű modelleket betenni, és tulajdonképpen ők lettek ma itt bemutatva, illetve prezentálva, és prémium kategóriás ügynökségként szeretnénk jelen lenni a piacon. A győztes, illetve a zsűri döntés alapján az, aki ezen a megméretetésen az első lett, az avantás modellen a szimbólban. Fanny Vig, gratulálunk!